szia, szevasz, üdvözlöm mindenkire ezen a szép napon, reggelen, délutánon, délelőttön. Én itthon vagyok jelenleg, 3 óra múlott, egész pontosan 3 óra 40. A Lukasz most ért haza az iskolából. Én elővégeztem a munkába. Képzeld el, mi történt. Megint megfájdult az arcom, képzeld el. Ugye, aki régóta nézi a videókat, tudja, hogy nagyon régen kiúzottam 2 évvel ezelőtt, 2 fogamat, vagy 3 évvel ezelőtt. És azt hittem, hogy a fogam fáj. És kiderült, hogy nem a fogam fáj, hanem az arcüregem. Ugyanis sokszor begyullad, és megint begyulladt pár nappal ezelőtt. Kaptam rá antibiotikumot, meg mutatom, mit kaptam. Oda néz. Tudod, ez micsoda? Én mikor kimondhattam a dobozt, én azt hittem, hogy nekem valami rosszat adtak. Ugyanis nézegettem, mondom, ezt a Davisnek adták. De mondom, miért? Hát én mentem az orvoshoz, az nem a Davis. Ez egy ilyen olyan, mint egy cumisüreg, ugye? Így lehet belőle inni. Ez nem cumisüveg, tudod, ez mire való? Raksz bele sót, vagy valamilyen kis tasakot adtak, azt hiszem, hogy só van benne. Feltöltöd meleg vízzel, langyos vízzel, ide tele. Oda mész a csaphoz, belelogatod a fejedet a csapba, ezt bedugod az orrodba, és elkezded így nyomogatni, és kimossa! Képzeld el! Ugye most ezzel mosogatom nem a fejemet, az arcod, ide feljön a víz, itt kijön, meg a torkomon lefolyik. Ami utána kitisztítja, képzeld el! Mindent érzek. Nem az, hogy érzek, de szagolok. Nem szagolok, de minden levegő így bemegy rajta, tehát lehet érezni, hogy tiszta-tiszta. És elkezdtem ugye szedni az antibiotikumot. Ma már jobban voltam, tegnap még képzeld el, alig láttam, így folyt a könnyem, fájt az arcom, nekem minden bajom volt. Bevettem az antibiotikumot, meg ezt belefújogattam az orromba. Úgyhogy most ma már jobban vagyok. Az idő mutatom nektek, egy kicsit felhős. A kék csónak ott van, nem takartam még le azóta se. Kezd ugye még kiszáradni, bár lehet, hogy most már kiszárad, de nem voltam kint. Ugyanis mondtam, hogy fájt az arcom, sok minden, ez ugye nem volt kedvem. De! Megcsináltuk a hajót, nem csináltuk meg, lefestettük a csónakot apukámmal. Ma nagyon sokat dolgoztam rajta, ugyanis elég korán végeztem a munkába. Mikor? Tegnap előtt. Csikakat kellett ugye ráfesteni, fehéret, kéket, megmutatom majd, hogy néz ki. Jelenleg készülődünk, ezzel meg lerakom. Jelenleg készülődünk, és el kell menni, a közeli közértbe kell venni szokásos dolgokat. Úgyhogy amint most már jobban leszek, ki fogok tudni megint menni, el tudok menni majd megint a jetskivel, valószínűleg a Lukasszel is, el tudunk menni majd a csónakkal is, ott van a Lukasz, hol a Lukasz? Szárul! Amúgy hétvégén vasárnap? Ja. Apák napja lesz, ugye? Apák napja lesz itt mi nálunk Ausztráliában, és mit vettél nekem? Ugyanis a Lukasz azt mondja, még nem vetted meg, holnap, nem? Azt mondta, holnap veszed meg. Ugyanis a Lukasz az iskolában van ilyen apák napjai. Nem volt, de lehet venni apák napjára ilyen kisebb apróságokat, például egy ceruzát, egy sapkát. Tavaly évben ilyen sapkát kaptam, ilyen $2 az. $5 az egész, tehát látod, ilyen sapkát kaptam tavaly. Ilyen gyűjtem a sapkákat, mert én szeretem a sapkákat, és minden évben minden gyerek, ez ilyen nagyon jó üzlet az iskolába, ugyanis anyák napjára, apák napjára, minden gyerek megy, és vesz valami apróságot, ugye? Hova tűnt a Lukasz? Ott van, nem nézlek? Nincsen rajta fölsőbe, ugyanis rosszul vette föl, elé volt a hátulja. Na jó van, na húzzuk a cipőnket, aztán menjünk. A Davis az a kicsi, az már jobban érzi magát, nem? Szerbusz, mi a helyzet? Mit csinálsz? Feleségem is jobban érzi magát, bár ő is még mindig fújja az órát, meg köhög. Mit akartam? Összeszedni magamat. Kell a pénztárcám, kell az órám, a telefonom, kell a kulcsom, kell a fősöm. Na fel tudod venni? Fel tudod venni, Davis? Na gyere, segítek egy kicsit. Oda bele kell dugaszolni, oda, várjál. Úgy, és most mit csinálunk vele? Így, meghúzzuk. Úgy, csak egy kicsit szorosabb, na várjál. Én szeretnék lenni ezt a gatyáfa. Miért? Mi a baj az? Mert a be nagyon nyomja a hasadat. Az övet nagyon nyomja a hasadat. De akkor miért ültél oda? Itt vagyok a garázsban, mutatom nektek a csónakot, hogy sikerült. Még nincsen kész, de egy pár nap is szerintem kész lesz. Mutatok egy fényképet, hogy nézett ki előtte, meg egy párat ugye, hogy készült, és a végeredmény, nem tudom mennyit lehet látni, mennyit nem, de mutatom. Látjátok? Ez a kék a teteje, a fehér az alja, a hátulja és az alja pedig ilyen szürke.
Nem tudom, mennyire lehet látni a kamerán, meg mennyire nem. A belsőt is kifestettük. Az aljára majd holnap vagy holnap után megy az a padló, az a szőnyeges. Ilyen egyenes lesz az egész. És ide is megy vagy valami, vagy párnás, vagy szőnyeg az ülésre, meg oda előre is. Tehát szebben fog kinézni, mint most, de a festése végül is készen van. Tehát ilyen kék festék volt itthon, meg a... Na nézd, azt még annét majd le kell venni, az ott maradt. Meg a fehér festék, ahogy látjátok. Ez a megmaradt festék. Na, úgyhogy egy pár nap, ahogy mondtam nektek, és készen fog lenni, le tudjuk rakni a vízre. Meg lett csinálva a hátulja, most nem fog folyni belőle a víz. Egyáltalán, legalábbis nagyon remélem. Úgyhogy én húzom magamat és megyünk. Család, már bentül az autó, csak rám várad, de akartam nektek mutatni először a csónakot. Na, megvan minden. Készen vagyunk? Meg vagyunk? Én készen vagyok. Akkor mehetünk. Na, megálltunk itt a parkolóba. Elmegy a család, mindenki. Csak akartam gyorsan mutatni egy autót. Oda nézd azt a Porsche-t, milyen szép. Ilyen régebbi, de nekem tetszik. Na, várjál, megyünk. Davis hozta magával Superman-t. Miért hoztad magaddal? Hm? Jump! Ja, jump. Ugrunk egyet, gyere. Emlékszel neked, a Hulk volt a kedvenced? Mi? Hulk volt a kedvenced, emlékszel? Ennyi idősen. A Davisnek meg a Superman néz itt a kezébe. Á, de nem annyira. Na, kiértünk közben, úgyhogy gyorsan bejünk, aztán bevásárolunk. Szeretjük mind a kettőt. Ja, mind a kettőt, de a Superman-t jobban szereti. Hazaérkeztünk, bevásároltunk. Nem sokára jön át majd az öcsém, mert is azt mondta, lehet, hogy átjön. Lehet, hogy nem. És mutatom, így mindig szép az idő. Ugyanis csak azért mutatom, mert az elmúlt két napban olyan hideg volt, komolyan mondom, egész télen nem volt annyira hideg, mint az elmúlt két napban. És holnaptól mondják a jó időt. Itt a tavasz. 1-től, szeptember 1-től. Na, gyerekek ott hátul játszanak. Szeptember 1-től itt a tavasz. Ami azt jelenti, hogy ti mentek vissza az iskolába. Azt hiszem, hogy hétfőtől, ugye? Hogyha jól tudom. De, amit akartam nektek mutatni, várjál, lerakom ide a kamerát. Nem más, mint egy kamerát. Ez a kamera, mondom is, hogy miért érdekes. Ez, látjátok? Nem tudom, hogy ki emlékszik erre, biztos, hogy nem sokan emlékeztek. Ez volt a legelső kamera, az egyik legelső kamera, amikor elkezdtem filmezni az Ausztrál-Magyarul csatornát, és ezzel a kamerával filmeztem. Lehet, hogy emlékeztek rá, lehet, hogy nem, de nagyon elején egy pár darab videót ezzel filmeztem, amikor bennültem a szobába, a Lukasznek a szobájába, biztos, hogy emlékeztek rá, még a nagyon-nagyon régi háznál, legalábbis egy páran, és ezzel filmeztem. Úgyhogy átváltok erre, és megnézzük, hogy milyen a minősége ennek a kamerának, amúgy ez egy Canon kamera, látod? Ilyen. És milyen a minősége ennek a kamerának, úgyhogy várjál. Na, itt a két kamera egymás mellett. Úgyhogy most átváltok erre a kamerára. Én azt mondom, hogy ennek a kamerának, a Canonnak, addig itt hagylak titeket. Ennek a kamerának, ennek a Canonnak jó volt a hang minősége, de a kép minősége nem. Nagyobbat lehet vele látni, ami nekem tetszett, meg azt tetszik, hogy kifordítom, és egyszerű, hogy lehet látni. De a minősége, a videónak a minősége, azt hiszem, nem volt olyan jó, mint a Sonynak. És abban az időben filmeztem videókamerával, amit most már eladtam, mert nincs meg, és akkor vásároltam azt a kamerát, ugye azt a Sonyt, amit megmutatok nektek, hogy milyen kamera. És sokan szoktátok kérdezni, most így meg tudom mutatni. Ez a kamera itt szeretem, mert sokkal könnyebb, mármint nehézségre, jobb a hangminőség, legalábbis azt hiszem. Annak idején jobb volt. Bár ez a kamerához nem hasonlítottam még. Na mutatom. Na nézd, ide raktak le titeket. Ide! Ez az én kamerám. A Sony kamera, amivel jelenleg most még mindig megy a felvétel. Látjátok? Így néz ki. Ez egy RX 100-as M3-as. Most már kijött az 5-ös változata is. És ki lehet így fordítani, tehát általában itt szoktam fogni, hogy Hello, szevasz, üdvözlök mindenkit! Te, ilyen vicces. Na mindegy, ha gondoljátok, addig megálltam ezt. Gondoljátok, írjátok meg, hogy ki mit gondol. Majd elvisztük addig. Ennek jobb a minősége, vagy ennek jobb a minősége? Vár szerintem ennek jobb a minősége. A hangminősége lehet, hogy ennek nem, ugyanis ennek kettő nagyon jó hangszóró van. A hangszóró. Hangszóró. Mikrofon van így az elején. És na mindegy, majd visszanézem és meglátjuk. Szervusz, emlékszel erre a kamerára? Emlékszem, én csináltam sok videó az én angol csatornámon. Ja. Csináltam a Mean Hungry. Tudom, ez volt az a kamera. Na mindegy, visszaváltok a másikra. Addig várjál, megállítalak titeket. És várjál, bekapcsoljuk. Figyeld, ide.
Fárja, és háromra. Egy, ups, mit nyomtam meg? Kettő, három, és visszaváltottam. Tehát itt van a kamera, ahogy látjátok. Ehhez közelebb állok, vagy közelebb vagyok. Látjátok? Most két kamerával. Lehet, hogy így kéne menni a... így kellene menni az utcán két kamerával kezembe, és filmezni. Ez veszi a hangot, ez a képet. Egyik ilyen szögből, másik olyan szögből, és így tudnák váltani, hogy éppen milyen kedvem van, milyen több szögből lenne ilyen kamera beállás. Például én egy hátulról is tudnám magamat mutatni, még egy kicsit így ilyen bután néznék ki, hogyha így mennék. De ha aki így két oldalról így veszem magamat, elég vicces, nem? Körbeforgunk már, nem hiszem, hogy sokat lehet majd látni a kamerám. Na mindegy, megmutatom nektek, hogy nézzünk ki. Kapcsoljuk a villanyt. Na, így nézzünk ki, látjátok? Így nézzünk ki két kamerával. Te lesz egyszer ezt kipróbálom, hogy két kamerával fogok menni az utcán, és így fogom magamat filmezni. Ha? Lucas! Nézd, itt a David. Két kamerával fogunk filmezni ezentúl? Így megyek majd az utcán, és így fogok vlogolni mindenhol a bevásárlóba. Ha mondom, hello, szia, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Miért? Két kamerával fogjuk filmezni? Ja, azzal! Hello én mindenki! Te! Na! Lekapcsolom! A filmet! A villanyt! Na mindegy, elég a butaságból! Bekapcsolom a tévét a Davisnek, ugyanis mondta, hogy kapcsoljam be neki. Én nem kapcsolódik be, rossz tárványt van a kezembe. Ezt a pingvines mesét akarja mindig nézni. Nagyon-nagyon-nagyon nem szeretem azt a pingvines mesét. A Hotel Transylvania-t se ugyanis mindig azt néz, és kezd unalmas lenni. Jó ez? Vagy mást akarsz nézni? Jó ez? Na, akkor oda csücsülj le. Mi? Nézd ott a Billy. Kell menni? Most ne álljál bele, te! 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 Megeszlek! Na, azt mondja, meg átöltözök le, és rosszom a fősémet. És iszok egyet. A kamerát meg addig ide leteszem, nagy a végig. De véletlen a Davis elvigye. És mostanában mindent felvesz, aztán cipel magával. Átöltöztem közben, lement a nap, meg elment az öcsém. Ugyanis átjött egy kicsit. Na. És itt vagyok a Lükös szobájában. Szerbusz, hányszor fogsz köszönni? Minden alkalommal, hogyha bejövök, vagy találtad a kamerát? Mit nézel? Semmit, én csak nézek. Semmit? Tudok nézni. Mit tudsz nézni? Mindenféle fajta videót? De én nem akarom, hogy lesz hangos, mikor te filmezel. Jó, rendben, ami most fogunk vacsorát. Mit kezd vacsorát? Szokásosat? Ja. Az nem más, mint ilyen sonkás valami. Sonka, kenyér. Uborkát vagy sajtot? Vagy mindkettőt? Sajtot, uborkát vagy mindkettőt? Mindkettőt. Rendben, mind a kettőt. Akkor én elmegyek. A könyvelet befejezted? Ott a könyv, látod? Nem, én mindig írom. Még mindig? Nem a... Amit olvasni kell? Ja, már végeztem. Befejezted? Ja, befejeztem. Akkor jó van. Na, elmegyek, csinálok vacsorát. Bezárkodik az ajtót. Aztán a Davis, ami most vacsorázott meg. Ott van. Megint itt nézünk. Mi a helyzet? Szervusz. Nem látsz? Hagyjuk! Hadd nézze a mesét! Amúgy közben többen mondtátok, ugye múltkor megedettem egy-két csatornát, hogy említse meg a tiéteket is mindenkiét. Mindenki is sajnos nem tudom megemlíteni. Itt-ott néha meg fogok említeni egy vagy két csatornát, de ahogy mondtam, ha egyet megemlítek, utána nagyon sok e-mailt, kommentet kapok, hogy említse meg mindenkiét, amit nem tudok megcsinálni. Na mindegy, mutatom, hogy mit vettem. Nesquiket, látod? Ilyen kakót fogok inni, bele kell rakni a tejbe, ilyen van Magyarországon, tudom, hogy van ilyen, ugye? Van ilyen, biztos, hogy van ilyen. És nagyon régen ittam már ilyet, most már egy jó ideje nem ittam. Úgyhogy ezt fogok inni, lehet, hogy nem vacsorára, de lehet, hogy reggelire. Bár reggelire teját szoktam, teját iszok ugye, kekszel, eszek, nem iszok. Sajt kell, amit a Lucas akar enni, ilyen sonkát, nem mutatom, hogy ez milyen sonka. Addig ide, rakjuk a kamerát, a mikróra. Lehet, hogy mutattam, lehet, hogy nem mutattam, de a Lucas mégis sonka, de nem tudom, hogy minek mondják, milyen sonkán mondják. Ez az, amit meg lehet sütni, látod, így egybe van, így. És a Lucas minden egyes este ilyet eszik, kettőt. Várjál, találtam itt, látod, ez a számla. Amit kapsz a boltban, minek hívják ezt, nem számlának hívják, nem receptnek.
amikor valamit kapsz, és ugye ezt megkapod. Itt látod, tele van ilyen a vége nekünk hirdetésekkel. Mutattam ezt már, vagy nem mutattam? És ezt be lehet váltani. Tehát néha annak neked mondjuk egy ingyen hamburgert, például ez látod, ez nem ingyen hamburger, de így le lehet tépni. Beviszed mondjuk a, nem tudom, valamelyik, mondjuk a McDonald's-ba, és hogyha veszel egy hamburgert, kapsz egyet ingyen. Valami most nem pont ezzel, mert itt van mindenféle fajta, látod, itt is kapsz valamit ingyen. Hirdetés, nézd, a Subway-be kapsz egy darab ingyen ilyet. Hogyha veszel, valószínű, hogy egyet, és egyet ingyen kapsz. Na mire? Néha meg szoktuk ezeket tartani, és elviszük magunkkal, de legtöbbször csak kidobjuk. Na, ugye veszek elő tányérat, veszek elő kést, és nekiállok a vacsorának. A mai videót én itt most lassan befejezem, hogyha minden igaz, holnap vagy holnap után el fogom tudni vinni a jetskit, újra ki tudunk menni a vízre, megnézzük a zászlót, megvan-e még? Már én nem hiszem, hogy megvan, de meglátjuk. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép nap, hogy holnap, hogy jó reggelt. Jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézzük, hogy szoktam mondani. Sziasztok!